A Ballagó 27 diák és az óvoda pedagógusok Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Molnárné Győri Erika, valamint Bíró Andrea óvodavezető nagy szeretettel fogadta a kedves szülőket, nagyszülőket. Boldogan ugyanakkor nehéz szívvel állok itt most önök előttetek. Boldogan, mert örömmel tölt el, hogy találkozhattam veletek, megismerhettelek titeket. A gyermekeket, amiket rám bíztatott, ahogyan a ti kezeteikben is kincs, úgy a miénkben is gazdál. A kíváncsisággal, ötletekkel és energiával teli szivárvány csoport a jelenkor igazi óvodása. Büszkék vagyok rájuk, bármilyen feladat elé állítottuk őket, kiállták a próbát, felkészültek életünk új fejezetére, a szép iskolás évekre. Nevelt a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem éreg attól. Ezt a példabeszédek könyvéből idézett mondatot akár a pedagógiai programunk a csoportnapló elejére is helyezhetik. Minden gyermek, minden szivárvány csoportos egyedi. Minden gyermek egy külön világ, külön tehetség, külön lélek, akikhez különböző módon kell közelíteni, hogy mindaz, ami bennük rejlik, a felszínre kerüljön, hogy magához mérten kiteljesedjen. Nagy felelősség ez. Megtenni mindent azért, hogy abból a kis emberből majd a nagy ember legyen. Ne férjen el attól, amit az óvodában kapott. Bizony, ha jól végezzük a dolgunkat, úgy is lesz. Tovább viszi, emlékezni fog óvónéni néhány intő szavára, a tetteiket megerősítő, építő dicséretekre, az intésre, melyet azért kapott, hogy ne férjen el a helyes útról. A Ballagás évzáró műsorral kezdődött. Zelk Zoltán Erdei Iskola című mesejátékát adták elő a gyerekek, gitáron kísért Rab Viktor. Ezt követően népdalcsokor hangzott el az óvodások előadásában, valami népi játékokat mutattak be. Az ünnepség folytatásaként a szülők részére képeket vetítettek le a gyermekeik óvodai életéről, majd mind a 27 ballagó óvodás verssel vagy dallal búcsúzott el az óvónéniktől, majd átbújtak a szépen feldíszített kapun, jelezve kiléptek az óvodából, szeptembertől megkezdik életük következő állomásaként az általános iskolát.